A BSC, vagyis az alapképzés alapozó tárgyait minden BM és gépészmérnök tanulja valamilyen formában. Ezek közül a műszaki mechanikai tanszék tárgyairól mondunk pár szót. A statika tárgy közvetlenül a középiskolai fizikára épít. A statika dióhéjban a newtoni törvényeken alapul, a testek azonban nyugalomban vannak, így a gyorsulást elhagyjuk, és az erők egyensúlyát vizsgáljuk. Magasabb szintű matematikai eszközöket tanulunk meg alkalmazni, mint például az integrálás és a deriválás. Ezek aztán végigkísérik egyetemi tanulmányainkat. A szilárdságtan a szerkezetek teherbírásával és az anyagban felépő mechanikai feszültségekkel foglalkozik. Minden építmény kivitelezését vagy gépalkatrész gyártását szilárdsági méretezés előzi meg. A tárgy végére el tudjuk képzelni, hogy a mechanikai feszültségek hogyan lépnek fel és oszlanak el a keresztmetszetekben. Mozgások megjelenésével átlépünk a dinamika területére. Ilyen témakör például a forgó részek kiegyensúlyozása. A newtoni törvényeket alkalmazzuk teljesen általánosan, akár a háromdimenziós térben forgó testekre. A rezgéseket és főleg a rezonanciát jellemzően elkerülni szeretnénk, például az utast elválasztjuk az út egyenetlenségeitől. Vannak persze gépek, ahol rezgések létrehozása a cél. A legegyszerűbb modellektől kiindulva haladunk a bonyolult problémák felé. A bonyolult, több testből álló mechanikai rendszerek mozgását leíró egyenletekkel is foglalkozunk. Végül a rugalmas testek feszültség elemzésével és a terhelések hatására kialakuló deformációkkal foglalkozunk. Erre a legújabb szoftvereket használjuk úgy, hogy működésük hátterét és a beléjük ágyazott matematikát is megértjük. Az alapképzés második felében érdeklődési irány szerint lehet specializációt választani. A gépészeti fejlesztők és a gépészeti modellezők más palettáról választhatnak. A folyamatosan fejlődő és átalakuló BSC képzéshez hasonlóan a mesterképzés is megújul a munkaerőpiac igényeit, és a mérnöki tudományok változásait követve. A mesterképzés is több szakra válik szét. Sok szeretettel várunk, hogy egy kicsit van. Sziasztok! Sziasztok!